A videót a ServerHive támogatja. Játék és egyéb szerverek a legjobb minőségben. Link a leírásban. Szavaztok srácok, itt vagyunk egy újabb Red Bull Lipcse Karrier Mód részben, és valaki kérdezte tőlem, hogy hogyan tudna támogatni. Nagyon egyszerű módja van, és teljes mértékben ingyenes számotokra, és 2 darab másodpercet vesz igénybe a dolog. Ki kell kapcsolni az adblockot, hogyha használjátok, és ugye vannak a videóban ilyen felugró hirdetések, általában csak egy szokott lenni, na, arra rá kéne kattintani, és bejön egy oldal, azt ki kell kattintani, aztán ennyi, és már támogattad is a munkámat, és ezáltal nekem úgymond egy kicsit nő a bevételem, és így úgymond többet tudok fordítani a videózásra, és ez nektek is egy jó dolog, és tényleg csak 2 darab másodperc, amíg rákattintasz, illetve kiixeled a felugró oldalt, úgyhogy ennyi az egész, úgyhogy ezt aki úgy érzi, hogy ennyi belefér, az legyen szíves, tegye meg, ugyanis tényleg ezzel tudtok támogatni. És igazából ennyi, nézzük is, hogy hogy állunk itt ebben a karrier módban. És amúgy most szerintem március végéig úgy lesz, hogyha tudom tartani ezt a mindennapos videót, hogy egy héten 3 játékos karrier, illetve 3 darab Red Bull Lipcse, és akkor emellett még lesz a FIFA Hungary bajnokság, amiben annyira nem állunk rosszul, de jelenleg, ha minden igaz, akkor nem is vagyunk utolsók, csak utolsó előttiek, vagy nem tudom. Ja, úgyhogy igazából ennyi. Mi lesz máma? A február hónappal fogunk végezni? Úgy is van, oké. Nagyon jó. Braunschweig elleni hazai mérkőzéssel kezdünk, méghozzá B csapattal. Oké. Nem ártana megnyerni a meccset, kezdjünk bele. Na, és itt is lennénk. Red Bull Lipcse Eintracht Braunschweig. Elvileg egy sima mérkőzés kéne legyen. És gyerekek, akkor egy király vagyok, hogy megváltoztattam a labdát, úgyhogy már minden mérkőzésen színes lesz a labda, és akkor nem kell bénázni. Hát úgy eléggé 16 ponttal vezetjük a bajnokságot, úgyhogy szerintem eléggé könnyedén meg lesz a bajnoki cím. Szerzünk még egy pár pontot ebben a szezonban, aztán szavasz. A lövés! Közel volt. Azt a mindenit! Mekkora gólt ragasztott Dembe! Húha! Nem volt csúnya. Nézzük meg! Először is. Cifuentes eléggé szép labdát adott. Abban még egy kis kiflés volt. Na, ez nem volt csúnya, azt kell mondjam, gyerekek. Sőt, ez rohadtul szép gól volt. Demme. 2-t lő egy meccsen a védekező középpályás, nem? Oké. 76. perc. És nyomunk még mindig elég rendesen. Azt a mindenit, mekkora kapufa Timo Werner. Ez nem volt csúnya. Szépen érkezett a srác. De hát, még mindig nem lőtt gólt. És lefújta a bíró a mérkőzést. 1-0-ra nyertünk egy csodálatos Diego Demme találattal. Tényleg szép volt a gól. Amúgy nem billentyűzettel játszok, csak valahogy így léptem be a játékba, hogy azt nyomogattam. Aztán így maradt. De igazából ez nem egy nagy cucc. Mit akartam én? Ja, hogy a második helyezett Karlsruhe, vagy mi a tököm ellen játszunk. És 19 ponttal vezetjük a bajnokságot előttük. Az nem rossz. Az egyáltalán nem rossz. Idegenbe fogunk látogatni hozzájuk, de az erősebbik csapatunkkal, úgyhogy szerintem akár meg is lehet a győzelem. És itt is lennénk, Karlsruhe, Red Bull Lipcse. Jó kis mérkőzés lesz, a második helyezett
látja vendégül az elsőt. Hát azért eléggé nagy különbségek vannak a két csapat között, de na, azért mégis egy második vs első. Az más kérdés, hogy mi úgy nagyon elsők vagyunk. Oké. 11. perc, büntetőt kapunk. Csodálatos, jól alakul eddig a dolog. Viktor Andrade egy egész jó igazolás volt. Azt kell, hogy mondjam, Kempe kapja a sárgát, és Andrade végzi el a 11-est, mint ahogy szokta, remélhetőleg megint be a felsőbe, hát ez most annyira nem sikerült, de bement, az a lényeg. Vezetünk 1-0-ra. Csodálatos. Ojjaj. Jaj, de szép volt Gula Peti. Amúgy egész jól belejött itt a szezon közepére a srác. Andrade. Viktor, ott van Pózen. Majdnem jó. Figyelj, senki nem fogja őket. És megy a passz. És Zabitzer pedig begurítja 2-0 a 94. percben. Igazából már 2 perc a vége kellett volna legyen a mérkőzésnek, de lőttünk még egyet, csodálatos. Nem tudom, hogy hol voltak a védők, de hát igazából sehol nem voltak a srácok. Pöppet lemaradtak, de hát mindegy. Kapus az semmit nem tudott ellene tenni, úgyhogy jobban is tette, hogy nem vetődött. Csodálatos, megnyertük a mérkőzést, és mindjárt le is fújja a sporttárs. Úgy is van, 2-0, egy büntető, illetve egy, egy nagyon nagy védelmi hibából szerzett gól. Ez újabb 3 pontot jelentett számunkra. Na nézzük, mai utolsó mérkőzésünk az FSV Frankfurt csapata ellen lesz, és ők a 7-ek, mi pedig még mindig torony magasan az elsők vagyunk, 22 ponttal vezetjük a bajnokságot. Az azért nem kis dolog. 12 meccs van vissza, az alatt lehet szerezni 36 pontot, úgyhogy még nem vagyunk bajnokok, de szerintem könnyen meg lesz a bajnoki cím. Viszont most akkor verjük meg a Frankfurtot is. És itt is vagyunk, Red Bull Lipcse, FSV Frankfurt. Jó kis mérkőzés lesz ez, az első a 7. ellen csap össze. Elvileg sima győzelem a számunkra. Gyakorlatilag nem tudom, hogy mi lesz, de jó lenne azért nyerni. Jó kis védelmi hiba van itt az elején. Az más kérdés, hogy Zelke barátunk kihagyta. Zelke szépen megtartotta és lőtt is. És mi van? Frison vagy kicsoda elég szépen kiszedte onnan a golvonalról a lövést. Kolmár, sérülésből visszatérve, Zsolti passzol. Domkaiser, Zsolti kapja üresen, Kolmár Zsolti, most szállt be 2 perce. Csókolom, itt egy újabb magyar reménység. Kapott egy labdát, az beverte. Tudtam, hogy kell a változtatás, gyerekek. De hogy ennyire bejött, Csere királynak is hívhattok ezentúl. Jó, azért annyira nem, viszont Kalmár Zsolti egy eléggé nagy állat ebben a játékban. Nem tudom, hogy teljes mértékben rendbe jött-e, de most a karja az biztos, hogy eltörött, ugyanis eléggé megtaposták ott. Na mindegy, viccet félretéve tényleg nagyon jó játékos. Az full üres. Végig kell futni és be kell lőni. Viktor Andrade. Inkább beadja. Inkább beadja, de hogy mi a szarér? Na jó van, ezt most én csesztem el. Nem baj. 83. perc. Valószínű már így is megnyertük a meccset. Azt onnan ki? Mondom ki. Mi van? Ez hülye. Ez de beteg agyuk. Na mindegy. Előrébb jöttek egy 5 métert és bevágják. Dehogy vágják be, hát ott van a Gula Peti, szevasz. Spori, már 2 perce otthon kéne legyél. Istenem.
Ez a hosszabbítás alatt rosszabb, mint az angol bajnokságokban. Viszont egy kidobás. Baszkizelke! Hát belülhetted volna üres kapura. Na mindegy, 2-0 vagy 1-0. 1-0. Kalmár Zsolti góljával megnyertük a mérkőzést. És ezzel újabb 3 pontot szereztünk. Amúgy teljesen megérdemelten. Te jesszus Mari, mi ez? Ki ez? Csolák? Vagy colák? Ezt a gyereket meg kell venni. Ez se rossz. Bazd meg. Szar vagy, te mennyi haza. Te is szar vagy, te is mennyi haza. Te is jöhetsz, tesó. Hoztak jó játékost. Köszönöm. Várjál. Ez ugyanaz? Nem. Huha. Mexikó. Azt, ami kik ezek? Pablo Ramos. Csókolom, csókolom. Kapus. Jöjjön. Hát nem tudom. Többieket azokat utasítjuk el. Szerintem téged még talán megtartunk. Azt ennyi. Lépjél ki. Oké. Nem tudom, hogy kik ezek. De most igazoltunk egy pár jó játékost az akadémiánkra, gyerekek. Ezt meg is kell nézni. Hun van. Várjál. Sternberg. Már most 61-es. Colák 56-os, mondjuk az annyira nem jó. De ezen majd dolgozunk, szerintem ugyanis majd kell védő. 59-es a srác, oké. Viszont ez a Sternberg, ez nem rossz. Hol játszik? Középső középpályás, támadó középpályás, vagy mit játszik a srác? Figyelj! Ja, támadó középpályás, oké, akkor ő jöjjön. A Colak? Nem tudom. 16 éves, mondjuk, az jó. Figyelj, 500-ért miért ne jönne? Szélső védő volt, vagy mi volt ő? Ja. Na mindegy, gyerekek. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ennyi lett volna mára. Mind a 3 mérkőzésünket megnyertük, úgyhogy nagyon jók vagyunk. És remélhetőleg a következő részben, részekben is ugyanilyen jól fogunk tudni teljesíteni. Úgyhogy ja, ennyi lett volna mára. Remélem, hogy tetszett. Hogyha igen, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot. Tűzzünk ki egy célt, mondjuk legyen 50 like ezen a videón. És akkor 2 nap múlva jön a következő rész. Ja, legyen így. Remélem, hogy megnyomjátok a pacsit. Aztán szavasz. Na mindegy, úgyhogy tényleg ennyi. Ja, sziasztok!